A Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara kézműipari tagozata 2018-ban immár 17. alkalommal szervezte meg hagyományos halászlé partiját, amire egy finom vacsorával várták a tagozat meglévő és jövőbeli tagjait. A tagozat vezetősége úgy gondolja, a szakmai rendezvények mellett olyan baráti összejövetelekre is szükség van, ahol a tagok jobban megismerhetik egymást, kötetlenül oldott légkörben beszélhetnek arról, hogyan tehetik jobbá a kamarát. A kézműipari tagozat halászlépartiját szervezzük. Ez a szabad egy kicsit ilyen nagyképű kifejezés elleni rendet építettünk 16 éve, ez a 17. halászléparti. A cél akkor az volt, hogy találkozási pontokat adjunk a kamara önkéntes tagjainak, illetve a hozzánk kötődő szervezeteknek, intézményeknek, és egy olyan jó hangulatú estét alapítsunk, ahol kapcsolatok épülhetnek, ötletek pattanhatnak ki a résztvevők fejéből, és egyáltalán kontaktokat hozhatnak létre egymással. A Kristály étteremben összegyűlteket Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő is köszöntötte, beszédében pedig a vállalkozások fontosságára hívta fel a tagok figyelmét, valamint kiemelte a munkanélküliségi ráta kiemelkedő javulását. Többségében olyan kedves vendégek vannak itt, akik valamilyen módon a magyar gazdasághoz kapcsolódnak, vagy mikrovállalkozásuk van, vagy éppen kis vállalkozási szektorban. Azért szerettem volna ezzel kezdeni, mert ez rendkívül fontos, hiszen hogyha megnézzük a foglalkoztatási adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy a magyar gazdaság foglalkoztatás szempontjából mintegy 60-65%-át a foglalkoztatottaknak a mikro kis vállalkozások adják, és várhatóan ez hosszabb távon így is marad. És hogyha egy picit tovább bontolgatjuk az adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy a munkaerőpiacon komoly és kedvező változások következtek be. Országos szinten a szeptemberi adatok alapján 3,7% a munkanélküliségi ráta, azonban Győr és térségében, illetve Győr-Moson-Sopron megyében sokkal jobb, hiszen 1,5% pillanatilag a győri járásban, ez egy szeptemberi adat, és 1,8% volt egy évvel ezelőtt, tehát azt lehet mondani erre az 1,5%-ra, hogy ez már szinte a teljes foglalkoztatás. A hagyományokat megtartva sor került a legutóbbi kézműipari báltomból a bevételének átadására, melyet idén is jótékony célra fordított a tagozat. A befolyt összeg egy részét a Petszaladár megyei oktatókórház gyermeksebészeti osztályának, egy részét pedig a kórház központi céljainak megvalósítására ajánlották fel. Ez megint egy hosszú, illetve régi történet, 17 évre vezethető vissza. A tagozatnak akkor alapítottuk a bálját, ez évente januárban kerül megszervezésre, és akkor gondolkoztunk a tagozati vezetőségben, hogy egy jó bálnak része a tombola, ugye ez mindig izgalmassá tesz, hogy éjfél környékén a báli hangulatot, de akkor viszont, ha gyűlik bevétel, azt miért ne fordíthatnánk valami nemes célra. És így jött az ötlet, hogy társadalmi felelősségvállalás, a kórház ugye az egy olyan központi szegmense ennek, tehát az mindig egy jótékony célnak a célpontja lehet. És azon belül a gyereksebészet, az pedig hát ugye minden családnak a gyermek a szeme fénye, az külön egy még kiemeltebb terület. És mi azóta a tombola bevételeket a gyereksebészeti osztálynak, illetve az utóbbi években megosztva a kórház központi céljaira adjuk át. Az est keretein belül 613 000 forint került átadásra. A támogatást, ahogy az utóbbi években, most is korszerű eszközökre fordítják majd. A gyereksebészeti alapítvány részére kapjuk mi a segítséget. Nagy segítséget jelent, hosszú évek óta támogat minket a kézmű tagozat. Főleg laparaszkópos eszközöket szerzünk be. Ezek sokkal kisebb megterhelést jelentenek a műtétek során a gyerekek számára, hogy próbáljuk a korszerű eszközöket ezúton is beszerezni. A 17. halászlé parti a megszokotthoz hasonlóan ez alkalommal is a jótékonyság, valamint a kapcsolatok építésének jegyében telt. A jó hangulathoz a Kristály étterem zenekara is hozzájárult.